ára, kalóriatartalom és az, hogy magyar termék legyen. Ez érdekli még ma is leginkább az embereket, amikor bevásárolnak. Az elmúlt években azért árnyaltabb lett a kép, van, aki kimondottan tudatos az egészséges élelmiszereket tekintve. A Tények extra riportja után ezzel a témával folytatjuk majd. Bár manapság egyre több vásárlót érdekel, mi kerül a kosarába, mégis hiányosak az ismereteik az élelmiszerekről. Sokan egyszerűen csak leemelik a polcról a kívánt terméket, és meg sem nézik, mi szerepel a címkéken. Nem nézem át, erre nincs időm, nem nézem át üzletesen. Az az igazság, hogy annyira nem szoktam figyelni. Hát momentán nem, de a soroknál igen. A cukor, tartósítószer, szénhidrát tartalom és színezék mennyisége sem igazán mérvadó a vásárlásnál. Ez az anyuka inkább csak akkor figyel oda, hogy mit tesz a kosarába, ha a gyerekének vásárol. Amikor a gyerekkel vásárolok, akkor azt is megnézem, hogy mennyi cukor van benne. Vannak, akik bár megnézik a címkét, mégsem tudják értelmezni a rajta levő információkat. Kevesen tudják például, hogy az energiatartalmat jelölő kilozsul és kilókalória között mi a különbség. A legtöbb vásárlót inkább az érdekli, hogy magyar terméket vásároljanak, és hogy az ára is kedvező legyen. Mi pedig már is folytatjuk a témát Bóza Balázs élelmiszerbiztonsági szakértővel. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez tök jó. Ebben például van, képzeljétek el, azt mondja, hogy dextróz. Igen. Azt mondja, hát laktóz az nyilván az egyetem, antioxidáns, nátrium, aszkorbát, céklapor, és a többi. És a többi, de ezt én rád bízom, hogy ezt tedd meg, hogy ezt még egyszer kiolvasod. Fenilalanin. Fenilalanin. Ez a mai nyelvtől, próbáljuk együtt. Szóval fenilalanin. Kell szótárba mennünk ahhoz, hogy megfejtsük, hogy egyáltalán mi van ráírva, hogy egy kicsit tájékozódni tudjunk, hogy mit is eszünk meg valójában? Hát én alapvetően ugye azért a hétköznapi embernek igen, az okozhat problémát, élelmiszerhez értőknek azért én azt gondolom, hogy kevesebbet. Amit én azt gondolom, hogy fontos elmondani így az élelmiszereknek a jelöléséről, illetve itt a bejátszásból is elhangzott, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mit veszünk. Ezzel nem is nem tudjuk, hanem nem olvassuk el azt, hogy mit veszünk. Tehát szerintem az az egyik legfontosabb. De hiába olvassuk el, úgyse tudjuk. Hát elolvassuk, nem értjük. Hát azért én elolvastam, fogalmam is, hogy ebben mi van. Jó, alapvetően ugye az összetevők vannak felsorolva a jogszabálynak megfelelően, de én azt gondolom, ha már az internet világában pillanatok alatt akár egy boltba is ki lehet deríteni azt, hogy... Tehát Marika veszi az okostelefonját, pakol a kosárba, olvassa, beüti, googli, és megnézi, hogy van benne. És alapvetően én azt gondolom, igen, meg fogja ezt mondani. De szerintem, ami a legfontosabb, ugye korábbi adásban már beszéltünk róla, az allergéneket, az, amit ugye mindenféleképpen azt gondolom, hogy meg kell nézni egy ilyen esetben, fogyaszthatósági és minőség megőrzési időt, és ugye itt a bejátszásban elhangzott a tápértékre vonatkozó ugye, adatoknak a feltüntetése, ez az energiatartalom, kilózsúr, kalória, ez főleg ugye valamilyen anyagcserebetegségben, leginkább a cukorbetegségben szemben. Ezeket mind kötelező jelleggel fel kell tüntetni. Igen. Tehát ami nincs rajta, az... Ugye az élelmiszerek jelölésénél két összetevő van, amit figyelni kell. Ugye vannak a kötelező jelölési elemek, azt minden élelmiszeren fel kell tüntetni, és akkor vannak olyan jelölési elemek, amik nyilván a marketinget és az eladást ösztönzik, illetve önkéntesen használhatók. Például? Nagyon... Hát most például, ugye, amikor vitamintartalomra utalunk, tehát alapvetően vagy a tápérték tartalomnak bizonyos elemei, amelyek nem kötelezőek. Ezek ugye főleg segítséget nyújtanak. Meg igazából szerintem mindenki a saját tud is tudja, mert nyilván most engem ezek nem érintenek, de hogyha tudom, hogy mire vagyok érzékeny, allergiás, akkor úgy is tudom, hogy mi az az egy vagy kettő, amit keresnem kell, és akkor megnézem, gondolom én, mert az előző ugye nem életszerű nyilván, hogy okostelefonnal vásárolunk úgy, de azt az egyet-kettőt mindenki tudja. Egyébként milyen nézelődősek vagyunk, tehát utána járósak vagyunk mi magyarok, tehát nézzük, hogy mi van benne? Hát én, ahogy így vásárlás közben szoktam nézni, azért egyre többen. Tehát ha visszagondolok arra, hogy 15 évvel ezelőtt hogyan vásároltak az emberek, mentek, levették a polcról, mentek a pénztárhoz. Kisebb is volt a kínálat sokkal. Igen, és kevésbé volt mondjuk olyan anyagok, amikkel meg kicsit visszatérni. Ez tény, de én és saját tapasztalatomból kiindulva azt látom, hogy igen, nézzük, felvesszük a szemüveget és bújjuk a címkék. Az előbb már pedzegettem, azt kérdeztem nekem, az egyetlen dolog, amitől tartózkodom, hogy ha E-betűs dolgot látok, ez valahogy így beleégett a tudatomba. Hogy E-betűs jó, dolgot, hogy tehát azt jó. Ne vegyem. Igen. Hát ez, én azt gondolom, hogy mindenkinél félelmet kell, de azért az fontos kiemelni, hogy ezek az adalékanyagok, ugye ezek az E-számok, ezek mind engedélyezett élelmiszer adalékanyagok, és azért nevezik, vagy azért tüntetik föl legtöbb esetben ezekkel az E-számokkal, mert baromi hosszú nevük van, és mire ugye ezt az ember egyrészt végigolvasná, meg unná, másrészt meg nem lenne akkora címke, amivel ugye ráférne ezekre. Az E után van olyan szám, amitől azért tartózkodjuk, mert... Káros lehet? Káros lehet. Nincs.
Nincsen? Nincsen. Tehát akkor annyira nem kell megijedni azért ezektől az E-ektől, ezek vannak, mert itt most megnéztem, és minden termék hemzseg az E-betűktől. Igen, nem mondom, ennek... ezek közül semmit nem tudnánk megvenni. Igen, de ugye, ahogy az előbb is mondtam, és megnézzük, hogy mekkora ugye ennek a címkének a mérete, tehát hogyha ezt ugye kiírnák a tudományos nevét azoknak az adalékanyagoknak, akkor nagyjából ugye az egész hátlapját befethetnék ennek a terméknek. Jó, csak ez valóban volt, amit a Vivi mondott, hogy egy időben eltért, hogy akkor amiben E van, azt megnevedd. Igen, ez most is van, ugye vannak nyilván erre vonatkozóan kutatások, meg kísérletek, meg mindenféle cikkeket el lehet olvasni, hogyha ebből abból megeszünk több tonnyánit, akkor valószínűleg meghalunk tőle, de ez igaz arra is, hogyha mondjuk megeszünk egy tonna párizsd, akkor attól is meghalunk. Tehát, hogy alapvetően nem kell tőle félni, ami ezekben az élelmiszerekben adalékanyagként bent van, az mindengedélyezett. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen én is.